az immár 6. alkalommal meghirdetett TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért személygyűjtési akciót a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezte, amihez a Paksi Hulladékkezelő Központ Kft. Munkatársai is csatlakoztak, akik a cég környezetét tisztították meg. A központba az egyik első beérkező teherautón megközelítőleg 420 kg szemét volt. Annak nagyon-nagyon örülünk, hogy már a tavalyi TESZED akcióhoz is képest többen vannak, akik hulladékot fognak szedni. Most itt csak Paks területén, ha jól tudom, akkor 4-5 csoport lesz. Volt, akik már tegnap szedték, volt, akik még jelenleg is folytatják a gyűjtést, van, aki majd hétvégén fogja gyűjteni a szemetet. Az ügyvezető hozzátette, azt is fontos hangsúlyozni, hogy már 3. éve minden lehetőség adott arra, hogy szétválogatva ingyenesen bárki lerakja a hulladékot a központban. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja a szemléletformálás, ezért a legjobb, ha a gyerekeket is bevonják ebbe az akcióba. Horsós Attila éppen emiatt tavaly a családjával gyűjtötte a szemetet. Egy 7 éves kislányom van, én nagyon fontosnak tartottam azért, mert ő is hogy tudja, hogy a környezetvédelem az nagyon fontos ebben a világban. Ha valaki kedvet kapott a szemétszedésre, és a hétvégén pár órát szánna erre, akkor szombaton a hulladékkezelő központnál kell feliratkoznia, és el kell mondania, hogy nagyjából mely területen gyűjteni össze az illegálisan lerakott hulladékot, amihez ezt követően megkapná megfelelő eszközöket. A szemétszedés után az önkénteseknek csak jelezniük kell a cégnek, hogy hol helyezték el a teszedett zsákokat, amiket ők az első munkanapon elszállítanak.